Az az asztrológia, amit én képviselek, az egy kicsit más, mint a régi hagyományos asztrológia. Antropozofikus elemekkel bír az én asztrológiám. Szellemi szemmel próbáljuk megnézni az életünket, mind a lelkünket, mind a testünket. Itt a bőjtházban az emberek nem csak a testüket tisztítják, a különböző szerveiket, vesét, májat, beleket, gyomrot, hanem ugye a lelkükben is végbe megy egy tisztulási folyamat, itt feljönnek emlékek, de ezekről a különböző szakértők beszélnek. Az én dolgom az, hogy mivel szellemi úton is történik egyfajta nyitás, egy tisztítás, ezért elmondjam, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik itt vannak, vagy egyáltalán bármilyen embernek, azzal, hogy megtisztítja a különböző szerveit, kinyitja azokat a kapukat, ahova új elemek, új gondolatok, új lehetőségek tudnak bejutni, és hogy ezt milyen módon tehetjük, ebben tud az asztrológus segíteni. A folyam úgy segít, hogy megérti az ember, hogy milyen új lehetőségei vannak, hogy itt nem ér véget. Tehát most azzal, hogy most itt valami megtisztult, magam mögött hagyok egy problémát, egy gondolatot, kitisztítok egy lelki mérget is kitisztítok magammal, igen ám, de utána akkor mi van? Tehát lehet, hogy hoz az ember itt egy döntést, hogy eddig nem csinált valamit, és most majd akar csinálni, és ebben az asztrológus nagyon sokat segíthet, hogy na de, amit akar csinálni, az valóban az ő útja-e? És ezek nagyon gyorsan kiderülnek, egy pár mondat, egy rövid beszélgetés, és ez kiderül, de itt lehetőség van arra is, hogy egy személyes horoszkópot elkészítsünk, és akkor az egy másfél-két órás egyéni beszélgetéssel történik. Az ő egyéni útját nézzük meg, vagy hát derül ki, hogy akkor hogyan is lépjen tovább. Mert ugye egyszer véget ér a fizikai test bőtje, és akkor ugye segít végigélni, hogy hát egyszer majd ehetünk. Na most utána a lelki tanácsadók, hogy akkor ezen már keresztül mentünk, akkor ugye felfogjuk, hogy most már azon túl vagyunk, tehát már nem kell azokkal a lelki problémákkal foglalkozni, mert már kinőttünk belőle, már túllépünk rajta, vagy segítenek túllépni a terapeuták. Az, ami hiányt kelthet, hogy igen ám, de mi van utána? Mi van akkor, hogyha felismertem, hogy itt meggyógyultam, ott meggyógyultam, és akkor most ez az út nem volt jó, mert itt ugye beteg voltam ezen az úton, de akkor merre menjek tovább? Tehát ez a fajta remény, vagy ez a fajta lehetőség, ez az, ami új itt ebben az asztrológiában. Természetesen más asztrológus is elmondja az embernek az életútját. Az, amiben ez, én úgy gondolom, hogy más, hogy nem egy kézzelfogható, úgy kézzelfogható, hogy egy gyakorlatias dolgot mondok, nem megoldásokat mondok, hanem elmondom, hogy milyen lehetőségekkel bír az az ember, hogy milyen képességei vannak, miben nagyszerű ő, és hogy azt hogyan tudja átadni. És ebben hol vannak akadályok, és hol vannak segítségek. És ettől lesz ez egy kicsit szerintem több.